Grafikák, üvegablak és kerámia tervek, animációs filmek, plakátok és kiadványok. Ezek a munkák egyben az Abigail több célú intézmény művészeti szakközépiskolájában tanulók vizsgadarabjai is. Az iskola tanára szerint az ilyen tárlatok, amellett, hogy bemutatják a nagy közönségnek a diákok alkotásait, jó visszajelzés az alkotók számára is, hiszen ilyenkor az egész éves munkájukat egyben láthatják, és lemérhetik, hogy hol állnak a szakmafortéjainak elsajátításában. Négy szak működik most az Abigail Több CILU intézményben, ez a kerámia, animáció, festészet és a grafika, és hát nyilván van egy általános rajz, azt mindenkinek kell tanulni, hát a művészet történet szintén, és akkor utána speciálisan tanulnak egy-egy területet, és az már nyilván a saját lesz. A kiállításnak helyet biztosító Központi Ifjúsági Egyesület rendszeresen szervez olyan programokat, ahol a fiatal alkotók mutathatják meg tudásukat. Minden hónapban lehetőséget biztosítanak egy-egy iskolának a bemutatkozásra. A Genius Club tehetségkutató program alapvető célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatal tehetségekre. Fontosnak tartják, hogy ne csak az előadó, hanem az alkotó művészetben tehetséges fiatalok is bemutatkozhassanak a közönségnek. Rengeteg rendezvényt szervez maga az egyesületünk, ezáltal rengeteg fellépési lehetőséget tudunk nekik biztosítani, alkató művészetben pedig mindazért rendezzük ezért is rendezzük a kiállításokat, hogy különböző civil szervezetek, illetve partnereink megláthassák, ezáltal akkor így át tudjuk adni a tehetségeknek az elérhetőségét, és ezáltal még, még több helyen tudnak megjelenni a fiatalok művei. Az Abigél több Cílú intézmény művészeti szakközépiskolájában tanuló fiatalok tárlata március 13 16 látható Nyíregyházán, a Központi Ifjúsági Egyesület kiállító terében.